macskán is, csak azt akartam, hogy előtte az jobb egyszer, kétszer legyenek neki kis cicáig. Tehát egy pici macska volt, amikor ide került hozzá? Szerintem egy ilyen éves, másfél éves a satszalon, és egyből nagy mindenféle drámáink is voltak, mert le kellett várni szegénynek a farkát. Úgyhogy egy hónapja lehetett nálam kettő, amikor valami megmaradt, és el kellett vigyem az állatorvoshoz, úgyhogy mindenféle vakcinált részt megcsináltuk, meg hát le kellett várni a farkát is szegénynek, hogy másfél hónapot elég, és hogy most tudok rátartani. És rákozottam a macskára majd 100 €. Jó, hát megérdem. De hálás is állat, nem? Nagyon hálás, meg nagyon okos, mondom meg. Mert úgy etát ne engem minden héten kapok tőle gyíkot, néha elgárát is. Ez a kedvencem. Úgyhogy el vagyunk, játszunk, nagyon dorombolós, meg most, hogy jönnek a kis cicázók, folyton otthon van, de amúgy ilyen kinti bent én nem vagyok annak a híve, hogy ilyen lakásmacskákat tartsanak az embereknek, és csak bezegynek a lakásra. Jó, van, azért hozzá kell tenni, hogyha nem emeleti lakásban vagy, tehát akkor nyilván nem egy tönt házban, akkor nyilván nem járkálhatnak ide az a cica.